Megtelt érdeklődő fiatalokkal a kurdi művelődési ház. Nem akármilyen vendéget fogadott a település. Déri János a Hortobágyi Madárkórház alapítója. Országosan mintegy 200 önkéntes segíti a munkájukat. Itt ezen a környéken is, Kaposváron konkrétan, van egy olyan mentőállomásunk, ahol a környezetben, tehát akár több megyében összegyűlt madarakat begyűjti, kezeli, elsősegélyben részesíti, és ha szükséges, amikor járok erre, akkor magammal tudom vinni, és ilyen az országban számtalan, tehát több mint 200 önkéntesünk van, akik már jártak nálunk, vagy egy olyan képzésen vettek részt, amiben ezeket az alapvető tudnivalókat elsajtottak, és megbízunk bennük annyira, hogy tudjuk, hogy A pontból B pontba ő rájuk lehet bízni a szállítás vagy a madár kezelését, és ez országosan, mondhatom azt, hogy minden megyében működik. Madárkórház, amikor kimondom ezt a szót, kicsit olyan, mint hogy újra gyerek lennék, és egy mesekönyvbe csöppennék. Hol kezdődik a madárkórház, a Hortobágyi Madárkórháznak a története? Hát majdnem a diplomám megszerzésével egy időben, hiszen 84 karácsonyán kerültem Hortobágyra, és még azon a télen már érkezett az első betegünk, egy egerészszőjv, ami után akkor még a padláson, a konyhaasztalon műtöttük, meg a padláson tartottuk tavaszig, amikor egy sikeres szájműtét után gyógyultan távozhatott. Ezt követte azután 91-ben már a Hortobágyi Nemzeti Park felkérésére a ma is működő góroési ragadozómadár rehabilitáló stációs állomásnak az állatorvosi feladatainak a végzése. Ezzel megbíztak ezt. Körül majdnem 10 évig végeztük ott, de beköltöztettük az intenzív osztályát a hortobágyi lakásomra, mert annyira kinn a pusztában, ahol ez a tevékenység ott a madarak számára teljesen tökéletesen vadmadarakról lévén szó megfelelő hely volt, de az állatorvosnak a kiárogatása abban az időben még terepjáróval is nagyon nehéz Hortobágyon közlekedni terepen téli fagyos, jeges, meg őszi, tavaszi, sáros időszakban. Úgyhogy behoztuk a lakásomhoz az intenzív osztályt, és amikor megtelt vele a lakás, a garázs, a kert, akkor úgy javasolt az akkori igazgatója Nemzeti Parknak, hogy hozzunk létre egy alapítványt, és mivel ez már többe került, már a kötszer többe került, mint amit a Nemzeti Park tudott akkor erre a tevékenységre fordítani, akkor próbáltunk a minisztériumtól pályázati úton forráshoz jutni, és ez 1999-ben volt, Hortobágyon ma is működik, lakásom szomszédságában a Madárkórház, amelyet 2006-tól egy madárparkkal, egy uniós támogatás segítségével madárparkkal mutatjuk be a tevékenységet, amiben azóta már mondhatom azt, hogy tényleg országosan több mint 200 önkéntesünk vesz részt tevőlegesen, és a látogatók, akik eljönnek hozzánk, mert ez egy nyilt bemutató hely ennek a tevékenységnek, évi 20-30 ezer látogatót várunk, és hát ők közülük kerülnek ki azok a segítőink, akikre számíthatunk. A legtöbb madárbaleset a modern élet egyre nagyobb térnyerése okozza. Tudtuk meg az állatorvostól. 1200-1300 madár kerül a kórházba évente, de ahogy mondtam, országosan több mint 2000 madárról gondoskodunk. Na most ezek között nagyobb részt védettek vannak, hiszen a madarak nagyobb része védett. Kivéve a vadászható fácán, a tőkés réce, és persze a galamb, amelyik amolyan senki, avagy mindenki gazdája madár. Majdnem kizárólag az emberi civilizációnak a jelenléte a természetben az okozza a madaraknak az összes problémáját. Ezek országúti balesetek, az üvegfelületeknek való repülés, az áramütés, mérgezés, lelövés, ezek mind olyan dolgok, amelyekhez a madarak a természetben az akár több mint 100 millió éven át tartó evolúciók során nem tudtak találkozni, nem tudott genetikai rögzülni a vörös vércsében az, hogy ne szálljon villanyoszlopra. Vagy mit tudom én, az autó gyorsabban jön, mint ő gondolná, ugye? Vagy akár vannak nálunk is most már a szélerőművek, azok a nagy forgó lapátok, amelyeknek a kerületi sebessége 200
300 km per óra. Tehát a sas, amikor úgy gondolja, hogy el tud repülni közte, rosszul gondolja, mert ketté vágja a lapát. Tehát ilyenek miatt sérülnek a madarak, amit egymásnak okoznak, olyan is van, tehát került most hozzánk réti sas revírharc közben, a hímek ugye ilyenkor megküzdenek, és akár halálos is lehet ennek a kimenetele, de nagyon-nagyon ritka, amikor ilyen baleseti sérült madár kerül hozzá. 84 óta talán önöknek van a legnagyobb rálátás országos szinten, hogy mi történik itt a madarakkal és a madárvédelemmel. Megsokszorozódott az utóbbi évtizedekben a madár balesetek, madár sérüléseknek a száma abból kifolyólag, amit ugye az előbb említett? Ahogyan az országutakon a forgalom is megsokszorozódott. Tehát ahogy a vasúti szállításról inkább a kamionos szállítás került előtérbe, ez mondhatom azt, hogy nem is megtizedeli, megfelezi bizonyos madárfajoknak a létszámát. Gondolok itt a gyöngybaglyokra, amelyek valamilyen oknál fogva bizonyos útszakaszokon nagyon komolyan veszélyeztetve vannak. Tehát mondhatom azt, hogy ott az Alföldön egy 100 kilométeres útszakaszon több gyöngybaglyot ütnek el, mint amit gondoltuk az egész országos állománynak. Tehát vannak ilyen részei is, és sajnálatos módon a mérgezések, amelyekre úgy gondolnánk, hogy be van tiltva egész Európában. Még nem is lehet kapni azokat a szereket, de mégis van. És az áramütés, ami korábban is ugyanennyi volt, mint most, az a sajnálatos, hogy ugyanannyi áldozatot szed, mint korábban, pedig lenne a áramszolgáltatónak erre kerete, pénze, és hát sajnálatos, hogy Magyarország mi nem tartott, mint akár a környező államok, ahol erre jobban odafigyelnek. Ha sérült madarat látunk, a legfontosabb, hogy ne hagyjuk ott, mert mire a szakszerű segítség megérkezne, a madár megpróbál elbújni, ezután már kevés esély van arra, hogy megtalálják.